Modern számítógépek, táblagépek, vállalatirányítási rendszerek és programok. Ezek megfelelő szakértelmű munkavállalókkal mind hozzájárulhatnak egy cég hatékonyabb működéséhez. A tapasztalatok szerint azonban a hazai kis- és középvállalkozások az ilyen eszközök használatában óriási lemaradásban vannak az Európai Uniós versenytársaikkal szemben. Ennek leküzdésére hozta létre a kormány a Modern Vállalkozások programot, amelynek elsődleges célja, hogy a cégek megismerjék azokat az informatikai fejlesztési lehetőségeket, amelyek segítségével gazdaságosabban tudnak működni. A program keretében ma Kisvárdán tartottak előadást a téma szakértői. A rendezvényen elhangzott, a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban 40 milliárd forint áll rendelkezésre, elsősorban szoftverek beszerzésére. A vállalkozások a alkalmazottainak a számától függően, illetve az árbevételétől, illetve az érintett területek, tehát a fejlesztéssel érintett területek függvényében 1 milliótól egészen majdnem 20 millió forintig pályázhatnak, tehát ez a visszanemtérítendő része a pályázatnak, és a természetesen ennek megfelelően a teljes projektérték ennek akár duplája is lehet. A program iránt Kisvárdán nagy volt az érdeklődés. Ezek a cégvezetők úgy vélik, a folyamatos digitális fejlesztés fontos a versenyképességük megtartásához, javításához. Megkönnyíti a gondolkodásunkat, és olyan lehetőségeket teremt, ami a készletgazdálkodásban is nagy előnyöket rejt. Ugyanakkor nem kell titkolni azt a lehetőséget sem, hogy ma már a munkaerő annak ellenére, hogy a dolgozók oldaláról azt érezzük, hogy kevés, ugyanakkor spórolásra késztet bennünket, és a élő munkaerő megtakarításnak egy fontos eszköze lehet a modern eszközök bevezetése, amivel már jelenleg is élünk, de mindig az újdonság jön, és azzal újra kell foglalkoznunk. A cégek nem csak ilyen előadásokon tájékozódhatnak a lehetőségekről. A kereskedelmi és iparkamarákban infokommunikációs tanácsadók állnak az érdeklődők rendelkezésére, akik térítésmentesen mérik fel a KKV-k helyzetét, és adnak információkat a digitális fejlesztés lehetőségeiről. További információkat a www.vállalkozdigitalisan.hu oldalon találhatnak a cégek.